Erős váromi Istenünk, az Efezusiakhoz írt levél első fejezetéből olvasok egy verset. Ő benne van, az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából. Péter ezt kérdezte: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt: nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. De még itt sem kell megállni. Ha Isten nekünk is csupán 70-szer 7-szer bocsátana meg, akkor azt hiszem, hogy mindannyian nagy bajban lennénk. Isten megbocsátás számláját azonban nem lehet kimeríteni. Ám ha nem bocsátasz meg másoknak, akkor szem elől téveszted azt az eshetőséget, hogy neked magadnak is szükséged lehet bocsánatra, akár még a mai napon is. Jézus azt mondta: bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Akár 7-szer, akár 77-szer, akár 70-szer 7-szer, mindig azt fogod aratni, amit vetettél, olvassuk a Galatákhoz írott levélben. Mindannyian emberek vagyunk, és ha valaki megbánt, akkor igazságot akarunk. Isten azonban azt akarja, hogy megbocsássunk azoknak, akik vétettek ellenünk, még mielőtt bocsánatot kérnénk, vagy megbánást tanúsítanának. Azt jelenti ez, hogy megússzák a tetteik következményeit, hogyha valami rosszat követtek el ellenünk? Nem. Csupán annyit jelent ez az egész, hogy nyugodtan rábízhatjuk az Istenre ezt az egész dolgot. Ha haragot táplálunk magunkban, az lelkileg, érzelmileg és fizikailag is kiszipolyoz, míg a megbocsátás az erőt ad és felszabadít minket a tovább lépésre. Ne feledd el, te is bocsánatot nyertél az Isten kegyelmének gazdagságából, de ennek az a feltétele, hogy te is képes légy megbocsátani másoknak. Ha arra a hatalmas adósságra gondolsz, amit Isten elengedett neked, ehhez hasonlítva én azt hiszem, hogy elhalványul minden vétség, amit mások ellenünk követnek el.